üllőparti tanyák, pancser tolvaj, minimálbér, bérminimum, 25 év alattiak, személyi jövedelemadómentessége. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. február 18-án 18 óra 5 perckor. Egyfajta emlékiratnak is nevezhetjük Bihari György Karcagon élő nyugdíjas állattenyésztő harmadik kötetét. A Berek-fürdői ülőparti tanya volt gyerekkora helyszíne, amelyhez mai szép emlékek fűzik, épp úgy, mint a kötetében szereplőket. A járványhelyzet miatt a kötet november végi bemutatója elmaradt. A szerző bízik abban, hogy jövőre lesz rá lehetősége, és az is lehet, hogy egy novellás kötete is lesz mellé. 1951-ben vásárolta édesapám azt a tanyát, ahol én gyerekeskedtem, a várostól, Karcagvárostól vette meg, akkori áron 10 000 forintért. Ez a városi szálloda mellett egy és a katolikus templom közötti területen volt. Az álmok ne továbbja volt ez a tanya, nem csak nekem, hanem akik előttünk benne lakott, a Domján család, nekik is. Tehát én itt gyerekeskedtem, itt nőttem fel, itt voltam fiatal, és hát itt szereztem azokat az élményeket, amik hát örökre bennem maradtak, és ami a szeretetet és a tiszteletet jelenti részemről a település iránt a mai napig is. A tanyasi lét gyerekként is adott feladatokat, iskolába menet előtt, a lelkiismeretesség, a szorgalom, a pontosság is együtt járt ezzel. Ami munka volt, és nekem volt kiosztva, az én feladatom volt, azt meg kellett csinálni. Mielőtt elmentem a középiskolába, indult reggel a busz 7 óra 25-kor, nekem már Berekfürdőről, Karcagra természetesen, nekem már előtte az állatok körül tevékenyen ott kellett, állatok között tevékenyen ott kellett lennem, és segítettem, hiszen mind a két édesapám, édesanyám dolgozott, tehát nekem tevékenyen ki kellett venni a részem a munkából. Ezt én természetesnek vettem. A paraszt családoknál, tehát a tanyasi családoknál nem az volt az első, hogy na fiam, mi van feladva házi feladatnak, meg leckének, hanem adtál-e már neki, megetetted-e már, stb. Tehát tudnám folytatni ezeket a szülői kérdéseket. És hát ugye, ha azt válaszoltam, hogy nem, akkor bizony, akkor hát nem azt mondom, de nem, kissé csúnyán néztek rám. Úgyhogy én ezt természetesnek vettem, nem utasításnak, és bizony a mai generációnak, az én generációmnak, akik falun, tanyán nőttek fel, azért ez egy olyan indítás volt, ami meghatározta az egész életüket. Bihari György állategészségügyi főiskolát végzett, Gödöllőn pedig egyetemi szakmérnöki oklevelet szerzett. A főiskola után gyakornoka a Béke TSZ-ben volt. A TSZ-ek összevonása után a Magyar Bolgárbarátság TSZ-ben szarvasmarha tenyésztési ágazatvezető lett. Onnan a megyei állattenyésztési felügyelőségre, majd a május 1 TSZ-be került. Sok szép szakmai sikert ért el munkatársaival, amire mai napig büszke. A Magyar Bolgár Barátság szövetkezet, ebbe dolgoztam 1982-ig, vagy 82-ig, akkor, szóval ez egy nagyon nagy falat volt, meg kell mondani. 1250 darab tejelőtején volt, mondom, 6 telepen elhelyezve, azt naponta bejártam. De jó munkatársaim voltak, meg kell hagyni. Azok a régi, igazi parasztember, szakmájukat szerető parasztemberek voltak a brigádvezetők, tehát ezekről nem lehet, hogy mondjam, úgy szót ejteni, hogy az ember ne érzékenyüljön el. És nagyon sajnáltam, de én 78-ban
elhagytam a szövetkezetet, elcsábítottak a megyei állattenyésztési felügyelőségre. Itt voltam 4 évig, ez egy ilyen megyét járkáló és utazgató munkakör volt. Nagyon jó volt, hiszen a gyakorlatból jöttem, és sok mindent tudtam, sok mindent ismertem, ezt minden nagyképűség nélkül kell mondanom, vagy mondom, de ez se tartott sokáig, mert ugye állandó változóban, fejlődésben volt a szakigazgatási rendszer, irányító rendszer, és hát 82-ben ezt is átszervezték, majd innen a május 1-TS-be kértek ki, és itt voltam főállattenyésztő 10 évig, sok szép szakmai sikert értünk el a munkatársaimmal. Dolgozott az önkormányzatnál, az egyik helyi bankból ment nyugdíjba. Akkor kezdett naplót írni, majd első könyvének címe Apáink hagyatéka, a másodiké Horváth Sándor igazsága volt. Azt gondoltam, hogy ha én is elkezdek írni, akkor lehet, hogy nem teszek rosszat magammal, annál is inkább, mert leköti az időmet. Jó dolog visszaemlékezni, jó dolog részt venni az időutazásokba, és hát megírtam az első könyvemet, az Apáink hagyatékát. A második könyv pedig, hát ez egy családregény, énregény, meg lehetne még sorolni, hogy minek nevezzük. A második könyvem pedig egy olyan élményhez kötődik, amit egy régi, fiatal, gyerekkori cimborám mesélt el, egy bizonyos, hát nehéz erről beszélni, de azt a címet adtam neki, hogy Horváth Sándor igazsága. Ez egy, ha akarom, létezik, ha akarom, nem létezik személy volt, akinek a családját a második világháború, amikor a 44 októberében Karcagon keresztül ment a front, hát nagyon megbecstelenítették a családot, és hát a család fő végzett a 3 megbecstelenítővel, aki a feleségét hát megbecstelenítette, én majd utána öngyilkos lett. Ez ugye egy olyan család tragédia, amihez hasonló nagyon sok megtörtént a város határába. És ugye nagy kiterjedésű Karcagváros, 1801 néhány tanya volt a két háború között, ha úgy gondolom 6-8 ezer ember lakott a nyári időszakban a tanyákon. És ugye ekkor ezek a frontról visszamaradt martalócok, hát bizony, dühöngtek és élték az életüket, aminek a kárvallottjai a tanyasi emberek voltak. És ez engem arra inspirált, hogy írjunk erről, mert ez egy elhallgatott téma volt, elhallgatott dolog volt, és hát ezt egy kétgenerációs, tehát az adott családnak a kétgenerációs történetébe írtam meg. És akkor hogy jutott az ülőparti tanyák? Hát, ahogy az elején már említettem, én Berekben jöttem fel, nekem Berekfürdő, a bereki tanyavilág a szívem csücske, és Berekfürdő ugye úgy jött létre a különböző leírások azt mondják, hogy 5 tanya volt a település helyén. Elkezdtem kutatni, matatni utána. Hát nagyjából rájöttem, hogy melyik az az 5 tanya, és nem kellett nagy ész hozzá, hogy rátaláljon az ember arra a gondolatra, hogy Berekfürdőnek a kialakulása, létrejötte, fejlődése a tanyavilágból indult ki. Berekfürdő, az ülőpart, az egy nagyon termékeny vidéke a karcagi határrésznek, és nagyon sűrűn
épültek ott az ülőparton a tanyák, mert bizony egy-egy félhold vagy láncalja föld nagyon sokba került, és örültek a sokan, hogy annyit meg tudnak venni, és ott el tudják kezdeni az életet. Na, ezek az ülőparti tanyák, ahonnan a berekiek, mint őslakosok a fürdő környékén, a település környékén, a település központja mellett, ahhoz közel építették a házokat a 40-es években, 50-es években. Hát így alakult ki Berekfürdő. Nyugdíjasként a gazdaságukat fejleszgeti, már fia is aktívan részt vesz benne. Újabb könyvet most nem tervez, de egy novellát igen, mert azt gondolja, az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, és amit szeretünk, arra örökké emlékezünk. Ilyen neki Berekfürdő. A megalapozott gyanú szerint a jogsértő alkalmi ismerőse készpénzét tulajdonította el Karcagon, majd lábbelije nélkül távozott a lakásból. Egy helyi lakos tett bejelentést a karcagi rendőrkapitányságra, mert 2022. február 11-én 16 óra körül alkalmi hölgy ismerőse kihasználva a sértett, rövid ideig tartó távollétit a hálószobai szekrényből eltulajdonított 610 ezer forint készpénzt, és az ablakon át zokniban hátrahagyva a cipőjét, táskáját és kabátját távozott a lakásból. Az egyenruhások adatokat gyűjtöttek, tanukat hallgattak ki, majd rövid időn belül előállították a feltételezett elkövetőt a rendőrkapitányságra. A 21 éves nőt lopás büntet elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgatták. A készpénz egy részét a nyomozók kutatás során megtalálták. Idén januártól 200 ezer forintra nőtt a minimálbér, és 260 ezer forintra a szakmunkás minimálbér. A minimálbér így magasabb lesz a Gyurcsányféle baloldal által fizetett 2010-es átlagbérnél. Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, miniszteri biztos. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió minden nézőjét. Magyarország kormánya nem csak a nyugdíjasokat és a gyermeket nevelő családokat segíti, hanem lehetőséget és segítséget nyújt a 25 év alatti fiataloknak is az adókedvezménnyel. Beszéljünk erről egy kicsit, hogy kik vehetik igénybe, mi ennek a menete, és azok vehetik-e igénybe és részesülhetnek-e belőle, akik munkavállalók esetlegesen. Hát több részre osztanám a dolgot, hiszen január 1-től megszavaztuk azt, hogy 200 ezer forintra emelkedjen a minimálbér, és 260 ezer forint legyen a garantált szakmunkás minimálbér. Ez azért nagyon fontos dolog, hiszen a minimálbérhez van kötve nagyon sok egyéb bér is, és jelenleg január 1-től akkora minimálbér, mint a Gyurcsány-Bajnai korszakban az átlagbér. Tehát látszik azt, hogy egyre magasabb bért kapnak a magyar munkavállalók, és ezt az irányt mindenképpen folytatni kell. Folytatni kell abba az irányba, amibe a kormány is megy, hogy a rendvédelmi szervezetek, a pedagógusok, az orvosok, az egészségügyi dolgozók és a szociális dolgozók bérét is folyamatosan emeli. Én azt gondolom, hogy látható az, hogy ha a magyar gazdaság jobban teljesít, akkor a bérek is emelkedhetnek. A másik nagyon fontos az, hogy a fiatalok, a 25 év alattiak személyi jövedelemmentességben részesülnek. Ez azért nagyon fontos, mert egy fiatalnak, aki nem rendelkezik munkatapasztalattal, először nagyon nehéz elhelyezkedni. Ezért érdeke minden munkavállalónak, hogy a fiatalokat is, azokat a fiatalokat, akik még nem töltötték be a 25 évet, munkahelyet kapjanak, munkahelyi tapasztalattal rendelkezzenek, és ösztönözzék őket azt, hogy minél hamarabb munkába álljanak. Én azt gondolom, hogy ha mindannyian dolgozunk, és munka van, akkor minden van. Akkor van jövedelem, akkor van gyarapodás, akkor van ennek az országnak jövője. Képviselő úr, köszönöm. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!